újabb napra virradt a székesfehérvári First Field és a magyar-amerikai futballválogatott kerete. Vélt és verítéket ígértek az edzők, ezt pedig a játékosok most meg is tapasztalhatják. A nap végén pedig szem nem maradt szárazon. Walkthrough-val fogunk kezdeni. Jó, megint minden edzést nagyjából walkthrough-val fogunk kezdeni. A tegnapi margóján azért voltak elég komoly problémák, mind offense, mind defense téren. Akikkel igazán elégedettek voltunk, képzeljétek el, tegnap aranyunk beket voltak, gratulunk az edzőnek is, és a csapattagjainak is. Ide kettő játékos van, aki nem vehet részt ma az edzésbe. Ma a Mártonokra szállunk rá. Boldog névnapot! Tirok nem meccset. És... Németben. Marci. Marci. A Marcikra szállunk rá. A Bence. A Németben. Most ittad meg a felgetőt, mi? Itt holnap megpróbálod. Ha edző mond valamit, akkor az úgy van. A walkthrough-ba részt vehet mind a kettő. És sétálgathat, ennyi, jó? Defense, oda a walkthrough, az offense, ide a walkthrough-hoz. Mindketti a vészéget, a sérülése. Nincs, mivel nincs polc a térdembe, ezért összeütödik és begyúlat. Tegnap este egész este ízét szedtem gyulladás csökkentőt, ezért most nem fog kérni begyulladni. Még egyszer elmondom, addig csináltad a gyakorlatot, amíg nincs ellenfél. Jó. Jó? Én elvihetem ma, hogy nekünk snappeljen, segítsen a fal. Mikor? Amikor csak tud jönni. Nem, hagyj edzen még itt. Amikor tud jönni, csak tud jönni hozzá. Jó, ütközünk, feladatokban nem vehetünk. Ugye kickoffnál mi a legfontosabb szabály? Saját színedet nem követed, ugye? Tehát meg kell tartani a lényeket. Nem csinálunk olyat, sok csapat csinál, hogy a szélső emberek azok kvázi gunnerek és egyből mennek a labdához. Miután ezt tavaly nem csináltuk a válogatottban, ezt idén sem csináljuk, próbáltam megtartani ugyanazt a koncepciót, mert ugye úgy lenne, hogy a szélsőkben mennek és a második oldalról a másodikok, tehát itt a négyesek kiszélesednek, de nem ezt csináljuk. Tartjuk szépen a sávukat, a kicker, meg hogyha elrúgta, hogy a másik oldalon esetleg visszavágásra is van egy safety, azt szeretném, hogy a kicker jöjjön át a túloldalra, erre a területre safety-nek. Figyelj, Trisbal! Trisbal! Figyelj, Micsi! Hol a másik safety, bakkod? Ki a másik safety, more? Ki a Vic? Dávid! Második körben mondtam, hogy gyere be Vic safety-be. Figyeljünk! Morekám, figyelj, közép, gyere be oda középre. Nem, ide szélére. Ja, mert ő a kifutó. Azt szoktam tanítani, mert nehéz azért az ember mit kezdeni, hogyha berobban a vére, akkor semmi, akkor borítsátok rá itt a szarkupacra. Tehát akkor ne akart kerülgetni, mert tudod, ha bejön a B-re és érintetlenül hagyjuk, akkor gyakorlatilag a meskonyban fogja levinni az irányítót meg a izőt. Tehát az semmi, oldalba vágod és ráborítod ott a kicsit. Gyertek egy picit. Hát attól még a playbookot megbeszéltek, hogy úgy jövünk, hogy tudjuk. Nem? És akkor arról beszélgettünk, hogy melyik kettő. Az István előtt. Szerintem ez vérciki. Tehát most akkor azt jelenti, hogy amit én kértem tőletek, azt nem csináltuk meg. A tábor előtt. És ezzel nem akarok már foglalkozni, hogy engem azért battanak le, hogy ti miért nem tanultátok meg a playet. Na, jó? Ez amikor azt hiszed, hogy avatta vagy, de igazából egy méterre az a kívül alatt. Első dobja odáig. Szed! Szép! Csinál a Marci, nem maradt!
beszedem a gyulladást, csak nekem nem fáj. Nem tud begyulladni. Igazán, most konta, nem konta, teljesen tök mindegy, én tudok edzeni. Én ezzel tisztában vagyok, csak ugyanez volt régen. Igen, ott még nem tudtam, hogy mi van, azóta voltam dokinál. Azóta voltam MR-en. Jó, mozogjál, jó? Nincs kontakt, mert a Vili azt mondta, de majd meglátjuk. Nyugi, csak csináld, nincs értem, akkor hogy itt legyek. De van, még van három nap. Próbáljunk meg jó szöget váltani, jó? Picit azt kérem, hogy legyetek élesebbek, jó? Azt látom, hogy jó, hát irányt váltott, ott kimegyek, és amikor irányt váltott a csávó, még mindig befelé néztek az irányítóra. Nem tudom miért, amikor ott az elkapó. És van köztetek öt jarni, az mindenkire vonatkozik. Megvan szépen az olvasási lépés, kivetés, páp, és próbálom utolérni. Valószínű, hogy passzjáték lesz az én emberem. Hosszúra kettes, az enyém, hasznos safety, havig safety. Hosszún van, megy csávó, jó, most ne azt mondom, hogy abban belül van, jó, itt most a hosszú próbáljuk. Próbálom utolérni az embert, majd ha megvan és kontrollálom, jó, vagy jó pozícióban vagyok már, jó szögben vagyok, akkor visszanézhetek az irányítóra, de amíg az irányítót nézitek és a csávó 5 yardon van tőletek, jó, addig lesznek a komplet elkapások. Miért kell, ez olyan jó helyen voltál? Van-e, aki téged le tud nézni? És ennek tudatában fogok dönteni, jó? Azt tudom, hogy tudsz strongot, csak most az a kérdés, hogy te leszel az, a másik strong, vagy pedig a madár. Jó. Ez itt a kérdés. Jó. Mert az olvasásodok nagyjából ugyanazon a szinten vagy. Az a kérdés, hogy utána labdával mit tudtak kezdeni. Jó. És abban én tudom, hogy te mit tudsz, a madárt, amíg ezt nem láttam. Látni akarod. Itt tavaly csak speciálban volt el igazán, és megpróbáljuk idén, hogy ilyen speciális feladatot próbálunk átbízni ott is. Itt is. Hát, mint hogyha a Bulls-ba csinálnám. Mert ott is szélső linebacker, vész esetén belső, meg end. De mi más gondolunk. Jó. Belső, főleg, és blitzerként fogunk nagyon sokat alkalmazni. Jó. Vagy megpróbálunk, jó? Jó. Belső linebackerek, mert én azt mondom, hogy egyik belső linebackerünk sem elég jó blitzer. És ilyen speciális feladatot beküldünk blitzernek, illetve defensíven passzvásárnak. Rendben. Próbálunk, jó? Jó, de kezdjünk rendben. A linebackereknek. Értettem. Nézzük. Szer! És áttesszük a fejünket, nem battuk el, jó, tehát elég jó volt, de nem annyira volt jó, hogyha az én párom a Pozsi, és elindulunk, hát, és én ide áttolom, jó, hogy a testem is menjen, vagy ha nem tudom megcsinálni ezt, hogy kidobom a csípőt, akkor ide teszem a fejemet, jó, mert az a play side, igaz? A play side-ra teszem át a fejemet, oké? Okay? Következő páros. Hát, oké, okay, rád is. Jössz, megállsz, jó. És ebből. Tehát jön befele valaki, hűzát követem. Alapul, valamelyik a play side. Indulj el lassan. Jó. Elindulsz, valószor. De mit csinálsz? Szabadon marad. Az okés, az tök okés, hogy elindulsz. Az tök okés. Az teljesen rendben, hogy elindulsz. Én úgy láttam, hogy a kevés kifele megy, mert... De az teljesen oké, hogy elindulsz. Csak hogy elindulsz, nézed a running back-et, kipislantasz, és látod, hogy a balú elengedi, és veszi át a flattet. Kijöttél, ez tök rendben van, ide ki kell, gyere. És már jössz is vissza középre. Szép csináljuk meg még egyszer, ahogy ennek ki kell nézni, gyerünk! Ugyanez! Szék! Hát! Fölt! Így van! Jött vissza! Helyen meg a labda, dugó! De jó nézzék! Na, ennyi! Nem is veregetés. Láttam Instagram, szörfkép, minden, csinálom. Itt volt a Székesfehérvár, ami? Eles ki, te nem. Bennem volt, hogy én sokkal jobban akarom a safety-t, de ugye többet készültem a linebacker-re, most juniorban is arra készülök inkább. De hát akkor jó, mert most linebacker-re számítunk rá. De én sokkal jobbnak is érzem egyébként, ezt biztosan meg érzem, és egyébként érdekes, hogy... Hát nem vettem, mi is oda. Safety-be tök bizonytalan vagy. Lehet, hogy a rendszer miatt, de teljesen bizonytalan vagy, és annyi időt vesztesz, hogy ezt nem engedhetjük. De azt látom, hogy ezt a linebacker dolgot is elengedett. A balú mellé keresünk még egy embert. Mert nem vagy meggyőző, léces tegyél el, hogy meggyőződ a dolgot. Nem azt kérem, hogy üssél nagyobbat, legyél keményebb, legyél ott. Oké? Emlékezzetek, miről beszéltünk tegnap? Sokkal többet várok mindenkit. Igenis, tegye le a névjegyét mindenki. Baszkerton, scrimmage, rakjátok oda magatokat rendesen. Ha futás van, akkor feküdjenek a cornerek, ha pedig passz van, akkor legyél szabad, kérd a labdát.
és kapd el a labdát, amikor megy. Jó? Ez most nagyon jó volt ideig ez a mai munka, amit láttam ott is, meg itt is az egyedben. Csak így tovább, ezt csináljuk. Még beszéltünk meg tegnap! Még egyszer! Nem, hogy kivezeted! Ő is kivezeti, meg ő is! És egyedül marad a párt, aki húz! Ready? Szép! Hát! Jó legyen meg, miért nem segítünk be nekem? Húta vége! Ott, ott, ott! Nem rotty? Jó, de szerintem ezt most már hagyd ki. Hát a scrimmage-re ne ülj vissza, gyere. Délután az bemelegít, és megpróbálom. Ja, hát mindenképp. Nézzük meg, ezt te érzed. De mi a fokot letapadt? Amikor csináltuk az 1v1-et, amikor blokkolni kellett az elkapott után a versenyfutás, rosszul érkeztünk kifele. Ja. Ja. Reméljük, jó lesz délután. Hát a finkedjük már most. Menjél el, és aztán jött itt a vége. Aztán sok mindent maradj itt a táborba, hogyha itt akarsz maradni, maradj itt. Ha viszont nagyon szar, akkor vagy a kórházban maradj, de vagy. Jó? Köszönjük szépen. Aki kicsit sérült, az pihenje ki magát. Most kéne az, hogy megint elmondom, amit tegnap este is megpróbáltam. Nem csak úgy nézek szét, nem emberekre. Hogy amikor este van, amikor így a szállodába, el kell menni lefeküdni. A bárba piákat rendelni, nem biztos, hogy egy tábor legfontosabb feladata. Mert egy idő után fáradtak lesznek. Azért van kinyalva a seggetek, légkondicionált szoba, azért, hogy pihenjetek. Nem a bárba, még egy bort kérek. Jó bor nem volt. Jó munkát végzett mindenkinek, gratulálok. Azt beszéljük meg, hogy tényleg szerintem én, nekem van egy ilyen, meséltem már a belső megérzéseimről? Az hetedik érzés. Hogy szerintem ezt a mai délután edzést egy kicsit ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, de nagyon, nagyon vissza kéne fognunk. Most akartam megnyomni az offentet. Most elereszted a százcsapot, folyjuk vissza. Attól függ, mire gondoltam, szerintem a defensive back-ek erre mentek rá. Megmondom őszintén, hogy nekem az volt az érzésem, tehát hogy egyáltalán nem nyomtuk túl ezt a délelőttől. Én nem tudom, lehet, hogy a ti megérzésetek jó. Én nem tudom, azt látom, hogy kezdenek nagyon fáradni, és nagyon komolyan elő fognak jönni a tavalyi problémák, hogy megint elkezdenek sérülni, megint nem lesz ki játszik, és majd így törölgetjük megint a homlokunkat, hogy hába nem fog legyen. Én ezt érzem, lehet, hogy csak azon. Meg azért kérte, hogy számoljunk vele, hogy ő most jó, akkor nem megy föl, de hogy számoljunk vele. Látlak ám, mert én az erővel élek. Hát lassan javulgat, de még azért így néha fáradt. Jó, ilyennyi. Veled jó? Semmi jobb? Semmi jobb. Ez húzódás? Hát alapból le volt szakadva, és most azt rásérni. Most veled mi van, az a legfontosabb. Csak a derekam becsipődött el, de jó vagy. Én kemény vagyok, nincs egyszer. Születéskor a köldögzsiről a nyakára csavarodott, és kevés oxigént kapott az agya. Nem mondjátok ilyet. Azért ilyen szegény. Nem mondjál ilyen kedvenc játék. Azt hittem én, hogy tegnap még én voltam az. Hát jó, de aki nem játszik, az nem lehet a kedvenc játékosok. Ilyeneket hallottam, hogy puncik az offense falak, és zúgolódtak, hogy úristen, milyen kevesen vannak, és hogy milyen kemények a defense falak, és nem tudom, ez igaz? Kizúgolódott.
Ezt hallottam, hogy hogy elégedetlenek azok. Mondtam, hogy nem hiszek. Ezt mondtam, hogy nem hiszek. Szeretnénk hallani. Peti, üssél föl! Az nagyon szép. Az nagyon szép. Úgy, ezt kell. Kész vége. Ha ide jön, itt is meg. Ha oda jön, ott is meg. Maradjál bent megtől. A várat nagyon jó. Szép. Bám, és ide, az. Nem ott kezdek elugrálni. Itt kezdtem. Megvilágkáztam? Persze. Itt, ahogy megütöttem a teköt, már megy a breakdown. Megvernek lábbal, tavasz. Gyereked, ugye? Már nem is lesz. Jó, az nem baj. Azt hittem a térded, a tököd nem számít. Hogy Peti? Szép! Hát! Jó, várják! Szép, bezaz! Már? Berogyott? Így jó felcső? Be. A mondanak, arra feltétlenül. Nem, roppant, rottyant egyet rottyant. Amely pont vállal kapta. Jeged le, tépeld be, és megyek vissza. Nem kell, ma már ezt nem kell erőltetni. Jó, pihenjünk, túl vannak. Kocs, bent akarok lenni. Túl vagyunk, mert majd holnap folytatjuk, jó? Jó, már kell ezt megerőltetni. Persze, meg vagy? Nem, speciális, sok speciális lesz, hogy visszakarom. Nem akarok csinálni. Nem. Ez az, Peti, szép! Ott volt benne, skip-full, oda mész föl. Mi történt? A blokknál feltettem az elkapósásznak a felvédőjére a kezem. És jött egy másik, ez pedig megfelelődik. Kimegyem ezt hiszem. Úgyhogy kicsit bedagadtam a kezem. Fáj, de reméljük, hogy ez sikerül. Most nézd meg, hogy el tudod még kapni a labdát, az a fontos, hogy tudjad, hogy azért legyen. Igen, hát igen, mert itt nem zavar végül. Tehát ott már nem zavar, jó. Ezt nyugodtan el lehet kérni ilyenkor. Picit hamarabb kijössz, és álljon rá a snap-ekre a kezed, okay. Mert a, megmondom őszintén, a gombos nagyon jól csinálta a field goal snap-eket, de nagyon szívesen csinálnám azt, hogy egyik snapper egyiket snappeli, másik másikat, hogy egy rájön rá a kezedet. Jó. Jó. De azért mind a kettőtöket meg fogja a pánc snap-nél is nézni. Jó. Jó? Oké. Yes. 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 Nem fogok egy speciál filmet, jó? Azt mondják, hogy kurva keményen ütközöl, de a rendszerrel nem vagy tökéletesen tisztában. Ezzel azért egyet kell, hogy értenem, úgyhogy menjen oda az Iványihoz, jó? Vele folytatjuk. Az biztos, hogy kikaprítanul benne össze, de tartsd benne magad, jó? Próbálj meg az edzésen a speciál filmet, jó? De jól játszol, kicsi a súlyod néha. Ahol játszol, jó? De játsz be magadot, kikovó biztos megpróbálunk, jó? Próbáljuk meg, menj oda az irányhoz. Szerinted voltál kick-off return-be benne? Voltam. És mi hogy játszok? Kick-off az abban menjük. Igen? Return-t meg se próbáljuk szerinted? Hát, nem gyerekem. Jó, akkor menj a Marcihoz, jó, köszi! Megössze! Én is árvom. Gyerünk, mozgás!
Sportos lesz ez a csapatépítés, vagy papucsos? Papucsos van. Ezért elegóciát szeretném. Most nem kell. Az a csaj, akinek fizetnek, az papucsba is lesz. Papucs és csak nyakkendő, jó? Egy-egy számot kell minden párosnak végigtáncolni, amikor véget ér a zene, akkor oldalra, kimegy oldalra a páros, aki benn volt, és bejön oldalról egy másik páros. Látni fogjátok az instrukciókat a képen, hogy mit kell csinálni. A tánc pontozásra megy, amelyik csapatrész négy vagy öt szám alatt, az majd kiderül, a legtöbb pontot gyűjti, az jut tovább a következő körbe. Kicsit egységesebb csapat legyünk, akkor nagyon örülünk, ha nem, akkor is jobban örülünk rajta. Úgyhogy jó éjszakát, jó pihenést, holnap megyek.